Hervai Gizella levél helye. Milyen gyönyörű, szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik, társra is találhatunk. Csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. Csak meg kell értenünk, a föld rétegein áthaladva, a történelem korszakain áthaladva, eljutva oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem, és megszólítani. Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de nem talált, amire szüksége van, hogy a föld rétegein áthaladva, a történelem korszakain áthaladva, eljusson végre oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem. Felesleges és nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amiket mi szeretünk. Ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mondom, te, nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a fa alatt kerti asztal, a pohárban a tej, tündöklik a tej, a táj. De lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy nem kapott tejet. Nem volt. Az anyja messze volt, és megütöd a szóval. Ha megtalálnám azt a szót, amire ő vágyik, soha sem mondanám többé szeretlek. Csak azt mondanám, vonat, mert talán állomás mellett lakott, és évein át-át zakatolt a vonat, félelmet hozott és sóvárgást távoli tájak felé. Vagy azt mondanám, cigaretta, mert kidobta a vonatablakon át a csomag cigarettát, amikor teljes tüdővel ment a szerelem felé. Csak rá kell figyelni a mozdulataira. Karjával most olyan ívet ír le, amilyet csak azt tud, aki egész lényével szól. Semmi más nem válasz neki, csak az, ha te is egész valóddal felé fordulsz. Szájad mellett egy ránc emlékezik, és szemedben olyan látható a szégyen, hogy elfordul és cigarettára gyújt. Fájdalmaiddal soha el nem érheted. Szemedben a fájdalom nyomai és hangodat érdessé teszi a visszafejtett sírás. El kell hagynod emlékeidet is, mert történelem előtti korból valók, amikor még nem tudott emberhez szólni az ember, csak ütött. Nem szóltak hozzám, csak ütöttek, de nekem szólnom kell. Meg kell találnom azokat a szavakat, amire neki van szüksége. Nem figyel oda! Kikapcsolja a telefont. De hiszen volt egy mozdulata, felém fordult, mint aki egész lényével mozdul. Felé fordultam, mint aki egész lényével válaszol. Mégiscsak ennyit mondtam, szeretlek.